Hát, mi igaziból egy napig teszteltük az Amazon Echo-t, és azért meg lehet nyugodni, lesz még dolga a cikkemben, de azért érdekes ez a dolog. Az egész úgy kezdődött, hogy egy hackathon csináltunk év végén, és körülbelül ilyen nettó két napnyi munkát tettünk bele, hogy egy kicsit megismerjük az Amazon Echo-nak a működését. Úgyhogy ez inkább egy ilyen gadget jellegű betekintés lesz, és nem pedig egy ilyen mély technológiai dolog. A végén ezt a point meg fogjátok érteni. Szóval mi az az Amazon Echo? Ez igaziból egy eszköz, ami képes felismerni a hangodat, és képes feldolgozni, és parancsokat hajt végre. Nagyon-nagyon hasonlít a Siri-re, ahogy tetszik. Az a különbség, hogy nem egy iPhone-ba van építve, vagy nem egy device-ba, amit egyébként is használsz, hanem ez egy specifikus device, amit ki tudsz tenni a nappalidba, vagy bárhova, és meghallja a hangodat, hogyha kérsz tőle valamit. Maga az eszköz az igaziból van egy speaker része, meg van egy mikrofon része. Nagyon egyszerűen erről szól ez az egész dolog. Körülbelül tényleg egy könyv mellett elfértem. Egy ilyen ekkora dologról van szó. Mire való? Ugye felismeri a hangodat, bármit tudsz tőle kérdezni, hanggal tudod aktiválni, de ha egyszer bekapcsoltad és annyit mondasz neki, hogy Alexa, ezzel aktiválod, utána kérdezhetsz tőle dolgokat. Van egy csomó beépített funkciója, időjárás tudtok tőle kérdezni, mennyi az idő itt vagy ott vagy amott, zenét tudtok lejátszani, maskákról tudtok tényadatokat megtudni, ami borzasztóan hasznos. Úgyhogy tényleg nagyon sok mindenre való. Nyilván a zeneszének is nagyon sok nyersanyagot lehet biztosítani egy folyamatosan onnállapotban lévő mikrofonnal, amit behelyezel a nappalidban, úgyhogy már csak ezért is érdemes beszerezni. Ami érdekes, és ami felkeltette az érdeklődésünket, az igaziból nem az Echo-nak vagy az Alexa-nak a beépített funkciója, amivel meg lehet kérdezni tőle dolgokat, hanem meg lehet neki tanítani különböző dolgokat, funkciókat. Ezt a screenshotot az IFTTT-ről másoltam ki, van egy csomó alkalmazás már, hogy mivel lehet összekapcsolni. A lényeg az, hogy kreálsz egy parancsot, meg fogom mutatni, hogy ez pontosan mit jelent, rendelsz hozzá egy változót, tehát hogy be tud fogadni különböző értékeket, írsz mögé egy üzleti logikát, amit feldolgozzon egy alkalmazásba, és utána egy másik appba ezt appin keresztül át tudod nyomni. Például, hogyha azt mondod, hogy Alexa, send me my shopping list. Tehát, hogyha azt mondod, hogy szeretnél hozzáadni egy elemet a bevásárlási listádhoz, akkor össze tudod kapcsolni mondjuk az IFTTT-n keresztül a Gmail-edre, és küld neked egy e-mailt. Tehát vannak ilyen egészen egyszerű felhasználási esetei. Mi van a háztető mögött? Igaziból az Amazon lambdán fut az alkalmazásoknak most egy erőre ide nem a nagy része, hanem csak ott fut, amit megérsz üzleti logikával, Node.js-ben lehet megírni. Hogyha ezzel kapcsolatban van kérdésétek, Lukászhoz tudtok fordulni. Három whisky mellett egyet már megivott, úgyhogy hát csak kettőt kell neki venni, és Node.js-ekért túl lesz. De az a lényege, hogy erről most többet nem beszélek, mert bármilyen üzleti logikát megé tudtak írni, amit Node.js-ben meg akartok írni. Erről majd később. Mi volt a mi felhasználási esetünk, amit igaziból ezen a hackathonon ki akartunk próbálni? A saját fejlesztésű task management, vagy product management eszközünkbe akartunk egy kártyát létrehozni. Az első lépés az, hogy elindítod ezt a skillt, hogy vegye az adást, létrehozol bele egy kártyát, egy feladatot, adsz hozzá egy description-t, és utána ezt elküldöd egy appin keresztül az alkalmazásba. Hogy néz ki maga a folyamat, miközben ezt létre tudod hozni, és talán ez az egyik ilyen érdekesebb része. Talán a legjobb az egész folyamatban az, hogy baromi egyszerűen lehet használni. Létrehozol egy új skillt, egy új projektet, elnevezed valahogy, ahogy szeretnéd, mi ezt Nostromo-nak neveztük el, megadod itt URL-en keresztül azt az alkalmazást, amivel neki majd kommunikálnia kell. Majd létrehozol úgynevezett intenteket, ezek a parancsok, amiket szeretnéd, hogyha aktiválnál majd az Alexát, tehát az Amazon Echo-t. Ezt úgy nevezed el, ahogy majd szeretnéd, hogy az API is fogadja ezeket a,
mint a túloldalon a parancsokat, és meg tudsz adni hozzá különböző elhangzásokat. Például, hogyha azt mondod, hogy Alexa, add a card, create a card, add task, ezeket fel fogja ismerni, és ugyanazt a parancsot fogja hozzárendelni. Ezek mind olyan dolgok, amiket, hogy angolul szép kiejtéssel mondasz, akkor fel fog ismerni. Ami érdekes, hogy ahhoz, hogy valamilyen értéket tudjál rendelni hozzá, tehát nem csak az, hogy csinálj egy kártyát, hanem ugye az is fontos, hogy a kártyának mi legyen a címe, mi legyen a tárgyai a kárta, az sokkal nehézkesebben működött, mint ahogy vártuk. Ez a free speech recognition része a dolognak, az nagyon-nagyon el van maradva például egy Siri-hez képest. Ez azt jelenti, hogy neked gyakorlatilag meg kell adnod azokat az értékeket, vagy potenciális értékeket, amiket az Alexa be tud fogadni. Tehát te nem tudsz neki elkezdeni beszélni, hogy hát akkor ezt meg azt szeretném csinálni. Egészen egyszerűen megadsz tipikus szópárokat, meg tipikus szavakat, és ezeket nagy eséllyel fel fogja ismerni. Nyilván ő még erre egy kicsit ráturbóz, és nem csak ezt a kifejezett szókapcsolatot fogja felismerni, de alapvetően ebből fog dolgozni, és nincs egyelőre bejáratott szókészlete. Ez azért vicces, mert mi 2009-10 táján csináltunk a BME-vel egy beszédfelismerő projektet, és akkor ennél én azt éreztem, hogy már előrébb járunk bizonyos esetekben, tehát hogy ezt nem kell így beadni. Úgy tűnik, hogy ez még mindig probléma. A túloldalon írsz egy Node.js kódot, ezt igazából most fogom elmagyarázni. Ami még érdekes, az az, hogy ha elkezdesz diktálni valamit az alkalmazásnak, és aktiválod ezt a skillt, amit az Alexába felprogramoztál, és mondasz neki dolgokat, akkor ő kiköpi valós időben, hogy mit hallott meg. Alexa heard, save. Alexa heard, de. Tudsz visszajelzést adni, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Ami tök jó benne, hogy ez tényleg valós idejű. Tehát beszélsz a szoftverhez, és monitorral látod ezeket a cuccokat folyamatosan kiírva. Körülbelül ez volt, ameddig eljutottunk egy nap alatt. Megpróbálom nektek bemutatni azt a videót, amit felvettünk, és akkor láthatjátok. Lehet hallani valamit? Nem. Ezt próbáltam, hogy mikrofonnal látom, működik. Hogy oda tartom, de nem, hát sajnos sincs a hangfalunk. Nagyon egyszerűen az volt a lényege, hogy Alexa Open the Best Product Management Tool megnyitja, elmondja, hogy mit lehet benne csinálni, mik a lehetőségek. Én azt mondom, hogy add a card, azt mondja, hogy oké, azt hiszem, hogy adj hozzá egy kártyát, utána megkérdezi, hogy mi legyen a description, elmondom, hogy mi legyen a description, visszaolvasa, és utána elmenti. Talán az egyik... Visszaváltam, mindenki is megpróbálom. Segítesz visszaváltani? Talán amiben igaziból láttam benne előrelépést, talán az egyik legjobb dolog az volt benne, hogy ami az AI részére egy kicsit emlékeztet, hogy amikor először megdizájnoltuk a folyamatot, akkor ilyen józan paraszt észre nagyon lineárisan egy ilyen IVR jellegű struktúrát akartunk benne létrehozni. Tehát beadsz neki egy változót, visszaad valami, és utána válasz, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es opció, utána megint bemondasz, hogy utána megint válasz, hogy melyik opció. Tehát ilyen nagyon lineárisan, nagyon idegőrlően gondoltuk, hogy végig lehet menni ezen a dolgon. Ami ehhez képest kellemes meglepetés volt, az az, hogy gyakorlatilag majdnem egész mondatokban lehet vele kommunikálni, és a változókat ki tudja szedni ebből az egy mondatból. Tehát, hogyha van egy jól meghatározott területed, van egy jól meghatározott doménod, amin belül szeretnél információt átadni az Alexának, akkor ott a felismerési képessége elég jó. Ha szeretnél csak úgy beszélgetni vele, vagy egy kicsit tágabb értelme, például diktálni szeretnél neki, akkor arra még nem való. Másik, ami technológiailag egy ilyen szívás volt a fejlesztőknek, hogy elég nehéz volt debugolni. Tehát ugye több léjelen keresztül megy át az üzenet, az, hogy te elmondasz valamit, nem tudod, hogy ott akad el, hogy nem ismerte fel jól a szót, amit mondott, nem tudta azonosítani, vagy pedig a kódban van valami hiba. Ez igazából
csak ilyen próbálgatásos módon derült ki, csak egy sima hiba üzenetet ad vissza. Köszönöm szépen! Kérdések, ha vannak, zátorozzanak. De sört én is iszem. Mennyire érzékeny a kiejtés kifinomultságára? Why do you ask this, my friend? And that's why. Munkára tudtuk bírni. Tehát alapból én azt mondom, hogy ha jobban sikerült eltalálni a kiejtés, akkor azért működött még az én elég szarangulomban is. De hogyha felolvassál neki egy betanító szöveget, amivel egy kicsit a hangodra tudtad optimalizálni, akkor lehetett rajta javítani egy ilyen 10-15%-ot érzésre. Kalibrálható. Igen, egy kicsit lehet kalibrálni. Én nem tudom, mert ez volt a belőle, de csak angol nyelven lehet vele kommunikálni, amúgy? Igen. Egyelőre igen. És itt annyira korlátozva van, csak nagyon szerintem csak az érdekesség, hogy amikor Amazonba beállítod ezt a dolgot, akkor azt is be kell állítani, mintha te a keleti parton lennél. Tehát, hogy még így... Ez amerikai angol már? Igen. Ha tudsz különbséget mondani, akkor inkább amerikai. Hát én ezért British English. Köszönöm,